Az online számlázás 2018. júliusában indult. Az eredeti rendszer szerint a NAV felé csak akkor kellett a vállalkozásoknak adatot szolgáltatniuk, ha egy számla áfa tartalma meghaladta a 100 000 forintot. Ilyenkor a számítógépes program automatikusan továbbítja a számlát az adóhatósághoz. Idén júliustól viszont már minden Magyarországon bejegyzett, vállalkozás nevére kiállított számla után adatot kell szolgáltatni a NAV felé. Ettől az időponttól a számla adatszolgáltatás kötelező lesz minden olyan belföldi adóalany számára, aki másik belföldi adóalany részére az áfa törvény szabályai szerint belföldön teljesített ügyletről állít ki számlát. Adatot kell szolgáltatni azokról a számlákról is, amelyek nem tartalmaznak áfát, vagy pedig az áfa összegének megállapításához szükséges százalékértéket. Nagyon fontos, hogy a NAV egyébként már 2018. júliusától biztosít egy ingyenes számlázó programot, az úgynevezett online számlázót, amivel egyszerűen és automatikusan online megtörténik a számladat szolgáltatás. Ehhez az online internetes programhoz most már telefonos applikáció is létezik. Fontos, hogy a mobil applikációval rögzített számlákat a program nem az okos telefonon tárolja, hanem felhőben, ezért egy készülékváltáskor sem vesznek el az adatok, és a használatához internetes kapcsolatra van szükség. Egyébként a NAV levélben tájékoztatja az áfa alanyokat a számladatszolgáltatás 2020. július 1-től hatályba lépő változásairól, illetve a témában részletes tájékoztatás olvasható a NAV honlapján a legfrissebb információk között. A telefonos alkalmazás főleg azoknak nyújt segítséget, akik eddig számlatömböt használtak, vagy nem helyhez kötött a vállalkozási tevékenységük. A számlaadás és a számlaadat szolgáltatási kötelezettség is könnyen teljesíthető lesz ezeknek az adóalanyoknak is a mobil applikáció használatával. Az applikáció használatba vételének a feltétele az online számlarendszerbe történő regisztráció. A regisztráció után át kell navigálni az online számlázó program webes felületére, és az általános szerződési feltételek elfogadása és az alapvető beállítások elvégzése után a mobiltelefonra töltött applikáció a webes felületről indított összepárosítást követően vehető használatba. A mobil applikációnak a funkciói egyébként megegyeznek az online számlázó program funkcióival. A kiállított számlák akár az appon, akár az online számlázó webes felületén bármikor visszatekinthetők, visszakereshetők, módosíthatók, továbbíthatók. A kiállított, itt az applikáción kiállított, vagy applikációval kiállított számla egyébként akár azonnal továbbítható e-mailben, MMS üzenetben, Viber üzenetben, aztán akár Facebook Messengeren keresztül. Vagy. A NAV számlázó applikációjának használatához először az adóhatóság online számla internetes aloldalán kell regisztrálni.